Így próbálják megvezetni a labdát az óvodások az Ovi foci program keretein belül. A Magyar Labdarúgó Szövetség ugyanis 2011-ben indította el ismét az egykori focistáról Bozsik Józsefről elnevezett Bozsik programját. Ehhez már Makó is csatlakozott. Városunkban a makói óvoda 4 tagintézményében nevelik a mozgás szeretetére és a futball alapjaira a kicsiket játékos formában. Stábunk a Kávin téri óvodaházban járt, hogy meglesse, hogyan zajlik egy foglalkozás, amelyen egyszerre 10-15 főt fogadnak. A csoportok az MLS eszközeivel és a Bozsik program által kidolgozott módszerekkel tanulnak focizni. Ezek nagyon változatosak, tudjuk, hogy a gyerekek számára a mozgás a legfontosabb, így nem csak a labda vezetéssel kapcsolatos játékokat láthattátok, hanem különböző ugrások, szögdelések, dobások és járás és egyéb elégkészítő gyakorlatokat. Ezeknek a játékoknak részben az az előnyük, hogy fejleszti a gyermekek állóképességét és egyensúlyérzékét, valamint gyors reagáló képességet ad. Másrészt életre nevel, vallja az óvónő, aki egy tanfolyamot is elvégzett ahhoz, hogy gyermekeknek tartson órákat az Ovi foci programban. A kicsik nagyon élvezték Csilla néni foglalkozását, és élvezettel hajtották végre az akadályukat. Vannak, akiket csak a mozgás kedvéért írattak be Ovi focira, mások komoly terveket szőnek a labdarúgás terén. Vezessük a labdát, meccsezünk. És miért szerettek járni? Hát mert focizunk. Focisták szeretnétek lenni? Igen. A gyerekek egyelőre még egy jól felszerelt, de benti tornaszobában mozognak, ám ez hamarosan megváltozik. Az óvodában egy focizásra és kézilabdázásra is alkalmas műfüves pályát építenek, így a kicsik nyáron már kint folytathatják a sportolást. Ezt a focipályát a Kálvin téri és a Hold utcai óvodaházunk közös udvarán fogjuk elhelyezni. Reményeink szerint már most a hétvégén megkezdődnek a telepítési munkálatok, és mire itt a teljesen jó idő, addigra kinn a szabadtéren is folytathatjuk a gyerekekkel a foci edzéseket. A focipálya építésére az önkormányzat pályázati forrást keresett és kapott. Az összesen 9 millió forintos létesítményhez Makó városa 2,5 millió forint önerővel járul hozzá, ezzel segítve a gyerekek mozgásra és sportra nevelését.